de kérlek, fogadd szeretettel kenyeret, kalácsot, amit a szorgos kezek itt a közösségben a Ferencébe sütöttek. Jani! Jó, egy nagy félreértést szeretnék kiigazítani, lehet, hogy sajnos lábon kiirdott tüdőgyulladásom, vagy nem tudom, hogy túl vagyok-e, lehet, hogy ez is tudható be, mert mostanában nem túl sok jó dolog történik a családomban, meg az életünkben, elnézést kérek, minden, ezért is vagyok itt kiszörösödve. Tehát, hogy én nem a közösségre értettem ezt, mert, hanem az, hogy ez a példa, hogy mi mit csinálunk, ez nem tudott 5 év alatt elterjedni, tehát itt tudom, hogy egy időben jártak innét vidékekről, mindenhonnan, és lehet, hogy én vagyok, aki túl sokat gondoltam, de hogy nem terjedt el az, hogy mindenhol létrejönnek olyan közösségek, akik hasonlóan semmi más nem tesznek, csak hetente rendszeresen összejönnek, és valami hasznos dolgot együtt végeznek, valami teremtőt, amiben beletartozik az is, hogy harcolnak, meg bele az is, hogy mondjuk elültetnek egy gyümölcsfát, vagy építenek egy kemencét, vagy bármi olyat, vagy együtt zoknit stoppolnak, vagy valami, amit nem együtt csinálnak, és nem a tévé előtt ülnek elszigetelve. És én sokszor szoktam mondani, hogy én például nem szedtem be gyógyszert, pedig fölírták, hogy erre kell, meg erre nagyon fontos, meg menjek kórházba, nem voltam hajlandó. Nincs bankszámlám, nem szívom az ő cigarettájukat, nem iszom az ő italukat, hanem gazdáktól szerzem meg a pálinkát, meg ilyesmit. Tehát, hogy legalább ilyen úton próbáljunk elindulni, mert azért a legtöbb embernek, még tegyen szívére a kezét, van bankszámlája, mert őt kényelmesebb. Tehát, hogy ez még nagyon fontos, hogy hozzátartozna. De gratulálok azoknak, akiknek nincs. Tehát én abszolút tudom itt is ebben a közösségben, és 10-20 ember, amit mindenki csinál, vagy nem 10-20 ember, akik mindent csinálnak, és aztán járnak ide, néha voltak 100-150-en is, akik a közönség. Én meg szerettem volna, a közösség lesz belőlük, és nem elnézik, hogy 2-3 ember ugrál és mindent csinál, világítást, hangosítást, stb., hanem hogy mindenki így megtalálja a munka végét, és erre a Tomi barátom mondta a legjobb szót, ami nekem is eszembe jutott, hogy volt egy Megboldogult Magyarok Szövetsége mozgalom, ahol Vukics Ferenc egy katonatiszt volt a vezető, ki szerette, ki nem, de abban igaza volt, hogy amikor vita volt, meg fölösleges szófosás az asztal körül, akkor azt mondta, hogy na gyerekek, vagy emberek, menjünk ki és ássunk, vagy menjünk ki és kezdjünk el téglákat rakni a kemencéhez, stb., vagy csináljunk rendet, és akkor rögtön mindenki kibékült, elfolyt a vitaszó, tehát elmaradt a vitaszó, és rögtön nem a szófosás került az előtérbe, hanem a közös teremtő munka. Úgyhogy én erre céloztam, úgyhogy mindenkit megkövetek, aki esetleg véletlenül magára vette, mert rosszul fogalmaztam. Tehát, hogy nekem ez volt a szívem vágya, hogy ez elinduljon. Tehát én nem azért kezdtem el az előadásokat, mert unatkoztam, meg nagyon akartam volna itt előadás szervezőnek előlépni, hanem hogy legyen egy összetartó kapocs, nem jutott akkor jobb eszembe. Úgyhogy ennyi. Hát nem mentegetőzésképpen mondom, hanem ez az igazság. De sokkal hasznosabb dolgokat lehet csinálni, mint arra, hogy előadásokat tartunk, meg hallgatunk. Például most lehet kérdéseket föltenni, és akkor így tudjuk a nézeteket ütköztetni. Szeretnék konkrét dolgot. Ugye említettem a felvezetésemben, hogy remélem, kitérsz a 16-án és a 19-ére. Hogy páran tisztában vagyunk vele, hogy miről van szó, Laci. De engem főleg a 19-e érdekelne, hogy a Vissza Csejem Zsinort címben van meghirdetve az országos demonstráció. Jelen pillanatban annyit tudok, hogy ezt nem pártok, hanem mi civilek tudjuk szervezni. Balogh Pistivel beszéltem, mielőtt elindultam, és azt mondta, hogy Kásler Árpádról leszakadt egyén fogja ezt szervezni, ő lesz a főszervező, nevet nem mondott, de nem is érdekes a név. A lényeg, hogy beindul a szervezés, és Pista biztos, hogyha a háttérből segít. Én azt szeretném megtudni, hogy ha nem adom a házam mozgalom, hogy áll ehhez a kérdésed? Jó, tehát a 16-ára nem tudok reagálni, mert azt sem tudom, mi lesz, úgyhogy maradjuk a 19-énél. Elsősorban hadd mondjam el, hogy én nem hiszek a nagy tüntetésekben, én a nyomásgyakorlásban hiszek.
az utcára kivinni embereket olyanoknak, akik ehhez nem értenek, nagyobb bajt okoznak, mint amennyit használnak. Most az is igaz, hogy én nem tudom, hogy 19-én pontosan kik szervezik. Én már háromszor felvettem velük a kapcsolatot, egyszer sem kaptam rá választ. De mindenképpen, ha ő egy nagy szervező lenne, vagy nagy szervezők lennének, és értenének a tömeg mozgatásához, akkor már hallottunk volna róluk. Elég egész biztos. Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy egyszerre lesz 50 ezer ember, akivel én majd biztosan tudom, hogy mit kell csinálni. Én nagyon örülök neki, hogy amikor mentünk az utcákon és csináltuk, akkor nem rögtön az elején lett nekünk nagy tömeg, akivel valamit kellett volna kezdeni. Én nagyon örülök neki, hogy ez szép lassan fejlődik. Olyan emberekkel, akiknek hátat merek fordítani. Olyan emberekkel, akikkel félszavakból is értjük egymást. Olyan emberekkel, akikkel elég összenéznünk, és tudjuk, hogy most abba hagyjuk már az ellenállást, vagy még most ebben az esetben tovább kell vinnünk, és akkor együtt mindannyian vagy eljárással el leszünk vonva, vagy nem leszünk. Olyan emberekkel, akikkel, ha bal kézünk egy bankban, akkor értjük, hogy mit meddig csináljunk, értjük, hogy mit akarunk kihozni belőle. Tehát ez a 19. ez nekünk amúgy is szerencsétlen, mármint az a szervezés, mert hogy a Nem adom a házamat mozgalom egy ideje ráállt arra, hogy minden hónap harmadik péntekén csinál egy nagyobb tüntetés. Ha ezt a nagyobbat úgy értsük, hogy 30-50-100 ember, tehát ez a nagyobb, amikor egy nagyobb meghirdetett balhé van, és pont ez a nap, amikor nekünk megvan a soros tüntetésünk, ahol egy autós vonulással végigjárjuk az összes idei jelentős helyszínünket, ahol voltunk, ebből van 10 darab körülbelül, és ezt akartuk összehozni ezzel a Sejem zsinoros történettel, de nem válaszoltak. Tehát mi arra is hajlandók lettünk volna, hogy majd valahol összefutunk és együtt valamit csinálunk, de ha ők nem akarják, akkor én ezt nem fogjuk erőltetni. Tehát erről így körülbelül ennyit. Még mindig nyitva van a vége, de ez most már nekik kell szólni, és nekik kell azt mondani, hogy gyerekek, csináljunk valamit együtt. Nekem az a problémám vele, hogy nem ismerősök ezen a területen, nem tettek önállóan olyan rendezvényeket, amik feljósítanák ők erre. Volt jó néhány félre sikerült tüntetés az elmúlt időszakban, ahol vagy pártszervezés volt, kiderült róla, vagy pedig, ha nem pártszervezés volt, akkor alig jelentek meg néhányan, holott nagyon nagy létszámra számítottak. Mi a mi rendezvényeinken nem számítunk nagy létszámra. Mi tudjuk, hogy 30-50-100 emberre számíthatunk, de ő rájuk tényleg. És ez így bőven elég. És mindig jön hozzá valaki, mindig jön hozzá, ahogy Gábor mondta, közönség. A közönségből lesz majd a közösség. Akik kedvet kapnak, akik ott szeretnének maradni. Én imádom azokat az embereket, akik először vannak ott. Látom, hogy ott a sarokba ácsorognak. Figyeljük őket. Ha van időnk, oda megyünk hozzájuk. Aztán lesz olyan, aki közénk jár utána, lesz olyan, aki majd 2 év múlva jön újból. Mert neki akkor fog megérni. Ez az ellenállás és a rendszerváltás és minden egyéb, mint a spagetti. Amikor megfőzöd a spagetti, próbáld meg végig tolni az asztalon. Nem sikerül valószínű. De ha a spagettit húzod, akkor jön veled. Tehát sokkal-sokkal fontosabb menni elől, mutatni az utat, és nem azt elvárni emberektől, hogy én most valami jó dolgot mondtam, és akkor most 100 000 álljanak mögém, vagy legalább 10 000. Nem. Menjél és csinálj olyat, ami miatt jönnek veled az emberek. De mindig menj elől. Mutass példát. Így van, mutass példát. Ugye itt nálam hozzábért több emberektől tanultam meg a magyarok ősi harcmodora. Az utánam, nem az előre, és én majd egy páholyba végignézem. Ami igazán maradandó lesz, az az utánam. Még a mellettem is, jó, igen. Valaki más is legszívesen, ha kérdés van. Mi lesz azokkal az emberekkel, akikkel már elvették a házaikat? Igen. Én úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek vissza kell kapni vagy azt a házukat, vagy egy másikat, amiben legalább olyan szinten tudnak élni, és minden kárt,
amit azzal szenvedtek el, hogy elvették a házukat, azt vissza kell kapniuk, meg kell térítsék a bankok, nem az állam, mert az állam az te vagy meg én. Nem én akarom a bankok hülyesége miatt kártalanítani az embereket. Sőt, én is azt szeretném, ha bankok kártalanítanák engem, mert rengeteg kárt okoztak. Tehát én mindenképpen azt gondolom, vagy így, vagy úgy, ezek az emberek vissza kell, hogy kapják az otthonaikat, és mindenki mindent vissza kell, hogy kapjon, amit elvettek tőle. Mondok erre egy példát. Volt már eset, amikor visszafoglaltunk házat, amit a bank elvett. És abból is van egy eljárás, ott nem ellenem, mert a második alkalommal én már nem voltam ott, de akkor csapott rá, ütött rajtuk a rendőrség. 22-én lesz decemberben már a harmadik tárgyalásuk emiatt. De nyilván ennek is el kell indulnia, ebből is majd egy mozgalomnak kell lennie. Amikor rájönnek majd a mocskos hiénák, hogy nem veszünk meg ellopott lakást, nem veszünk meg ellopott autót. Megint csak legenda, és nem tudom, hogy így volt-e, állítólag a szabadságharc után, amikor a tábornokoknak a lakásait, földjeiket elkezdték árverezni, akkor a legenda szerint egyetlen egy árverés sikerült csak. És amikor az árverési vevő ment elfoglalni a területet, akkor a lakosok agyonverték. Szóval nem volt több hiéna, aki meg akarta volna venni. És amikor majd így állunk össze, így zárunk össze, és azt mondjuk, hogy oké, itt vagy tőled, elvették ezt a házat, és jönnek a rokonaid, a barátaid, és még jönnek az ellenállók, és visszafoglaljuk, akkor majd nem lesz még egy ilyen, hogy elvenjenek egy házat. Mert ha kitekerjük a nyakát, akkor nem akar többet házat venni. Úgyhogy én ezt gondolom, én ezért küzdök és ezért dolgozom, hogy mindenki visszakapja azt, ami neki jár. De nem csak a, akinek elvették a házát, hanem az egész társadalmat kártalanítani kell. Azt is, akinek nem volt devizahitele. Lehet, hogy van most köztetek olyan, akinek nincs devizahitele, és talán nem érti, hogy mi a francot üvöltözünk mi az utcán, és miért olyan nagy probléma ez, ami velünk történik. Nem az a probléma, ami velem történt, hanem az egész társadalommal. Ugyanis akinek devizahitele volt, és felment kétszer-háromszor akkorára a törlesztő részlete, azt beláthatjuk, hogy az az ember nem tudott ugyanannyit költeni, mint előtte. Amikor előtte minden gyerekét, és láttam már mosolyogtok a sztorin, amikor minden gyerekének reggel megvette a kakaós csigát, természetesen magyar pékségben, hogy legyen mit ennie a gyerekének, majd felemelték kétszeresére, háromszorosára a törlesztőt, és egy idő után nem tudta ezt megtenni. Amikor ugyanabban a kerületben egyre több ember nem tudta megtenni, akkor a pékség tönkrement. Elbocsátotta a három alkalmazottját. Az a három alkalmazott soha nem volt devizahitele, de nem tudta fizetni a gázszámláját, vagy a lakbérét. Tehát a devizahiteles kifosztás miatt nem csak azt kell kártalanítani, aki felvette és aki nem tudja visszafizetni, hanem azt is, akinek emiatt járulékos kára keletkezett. Az egész társadalmat. Vissza kell adni a lopott pénzt, és vissza kell állítani az eredeti állapotot. Az eredeti állapot az akkori munkám, az akkori egészségem, az akkori családi állapotom, az akkori nyaralásaim, az akkori autóm, és az akkori szabadidőm. És amit azóta elvettek, azt is. És akkor lesz itt rend ebben az országban.